szerepe van a ringatónak itt a Siagárdi Kisfecske óvodában? A kezdeményezés az onnan jött, hogy a Bogi tart a siagárdi óvodásoknak és bölcsödéseknek is zenei foglalkozást. Innen jött az ötlet, hogy ezt a ringató foglalkozást, ezt meghirdessük a faluba is, a kisgyermekes szülők számára. Nagyon jól vették ezt a kezdeményezést, és Siagárdon kívül is érkeznek szülők kisgyermekekkel. Ez a ringató foglalkozás 0-3 éves korig tartja a Bogi néni. Nagyon sok településen, Bonyhádon, Szekszárdon és mindenhol a környéken, és nagyon szeretik a szülők ezt a kezdeményezést. Több fórumon is meg van hirdetve ez a zenei foglalkozás, illetve ez a ringató, és mind a Babaklubba, itt Siagárdon, mind pedig Szekszárdon, illetve egy Facebook csoporton is hírül adja a Bogi mindig az eseményt, amikor a következő eseményre készül, úgyhogy így településen kívül is érkeznek szülők, és mindig változik, hogy éppen ki és mikor vesz részt rajta. Engem akar megnézni, azt sem megnézem majd a végét. És egy picit megugrálhatjuk a kis műfüleket. Dobálunk! Nyuszi fülét hegyezik, nagyba hiszem, nyuszi fülét! Nyuszi fülét hegyezik, nagyba hiszem, ötödik, répát eszik, rop, 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 nagyot ugrik, van-e jelentősége ebben a korban a gyerekeknél már elkezdeni a ringatót? Egy ilyen közösségépítő, vagy a hangszerek, vagy maga az ének, a mondókázás, mik a legfontosabb részei? A ringató egy magyar örökségdíjas program, és nagyon fontos Tolna megye ilyen szempontból, hiszen Szekszárdról indult a világ körüli útjára, alapítója Gró Ilona. És igazándiból azért hívta életre ezt a módszert, hogy a kisgyermekes családoknak adhassunk valamit kultúránkból, valamit, ami nekünk fontos, az anyukák közösségben lehessenek, és hogy a gyerekeket olyan értékes zenei dalanyaggal vegyük körbe, ami építi őket, és akár az egész életükre meghatározó lehet, illetve, hogy tényleg azokat a kincseinket ne hagyjuk elveszni, hanem így vigyék haza az anyukák az otthonokba, otthon is vegyék elő ezeket a játékokat, énekeljenek, mert hogy az éneklésnek, ezeknek az ölbéli játékoknak így az anya-gyermek kapcsolatban is nagyon jótékony szerepe van, illetve hát nyilván fejlődik a gyermekeknek a hallása, a mozgása, mindezek, de talán a legfontosabb az, hogy összekapcsolódhatnak, hogy ebben a fél órában semmi mással nem kell foglalkozniuk, mint egymással. Milyen gyakorisággal tartjátok ezeket a foglalkozásokat? Összesen körülbelül 170 foglalkozás vezető tevékenykedik így a világ számos pontján, határon innen is túl. Én itt Tolna megyében több kolléganőmmel tartok ringatókat hétről hétre, Szekszárdon és Bonyhádon is, és most Siagárdon is, az óvoda meghívására és nyitottságának köszönhetően havonta szoktunk így az anyukákkal találkozni, és akkor egy ilyen kellemes órácskát eltöltünk, hogy énekelünk, mondókázunk, és akkor utána a gyerekek egy picit még ismerkedhetnek a hangszerekkel, különböző ilyen hangkeltő eszközökkel. Honnan tudják a szülők, hogy erre van lehetőség? Hát általában én azt látom, hogy az anyukák egymás közt cserélik ki az információt. Igen, én azt látom, hogy az a leghatékonyabb, vagy talán a leginkább megbízható forrás az anyukáknak, hogyha a barátnő anyuka is szívesen megy oda, akkor ő is szívesen kipróbálja, de természetesen az interneten, közösségi oldalakon igyekszünk hirdetni magunkat, mert tényleg azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó út a ringató, vagy egy jó lehetőség a kisgyerekes családok számára, de általában én azt látom, hogy a személyes meghívások, vagy egy közösségi programként tekintenek rá, és ez szokott a legvonzóbb lenni talán az anyukáknak.
Van egy Facebook oldalam, és akkor mindig erre szoktam kiírni, hogy akkor az abban a hónapban melyik szerdán, és mindig egy szerdai nap, mindig 10 órakor kezdünk, csak az szokott változó lenni, hogy éppen melyik szerda, de hogyha oda ellátogatnak az anyukák, akkor mindig tudnak tájékozódni, hogy éppen abban a hónapban melyik szerdán lesz a ringatósi jogádban. Yeah.